A Vállai Művelődési Ház falán állítottak emléket a 2018. július 18-án elhunyt József Attila díjas Papp Tibor költőnek. Az író, műfordító, tipográfus és szerkesztő anyai ágon vállai származású volt. Gyermekkorában sok időt töltött a településen. Az emléktábla avatáson az Egy kisfiú háborús mozaikja című művével emlékeztek a költőre. Ebben is fontos szerepet kapott az idilli falusi hangulat, amelyet fiatal korában tapasztalt Vállajon. Mint ahogy az átadás ünnepség több beszédjében is megszólalt, az a mű, amelyben Vállajra sokat emlékezik, ezért úgy gondoltuk, hogy ő méltó arra, hogy emléktáblát állítsunk neki. Papp Tibor 1956-ban elhagyta Magyarországot, és életének meghatározó részét Párizsban töltötte emigrációban. Majd a rendszerváltozás után tudott részben hazaköltözni. Egy olyan formateremtő író-költő volt, aki a magyar irodalom történet utóbbi fél évszázadának egyik legfontosabb irodalmi folyóiratát alapította meg, a Párizsi Magyar Műhelyt. Egy nagyon izgalmas költői életpálya, egy nagyon szép esszéista és prózaíró életpálya az, amiről beszélhetünk. És hát, hogyha a Kölcsi Televízióban szólok a közönséghez, akkor emeljük ki azt, hogy nagyon sok szállal kötődött ez a vidékhez. Ugye Tokajban született, Vállalajban töltötte a gyermekkorát, itt nőtt fel gyakorlatilag, aztán Debrecenben tanult a katolikus gimnáziumban. Tehát tulajdonképpen ennek a tájnak a fia ő, aki később ezt irodalmi munkásságában is visszaadta. Egy költő életében a fiatalkori emlékei mindig jelentős alapot adnak a későbbi munkásságukhoz, emelte ki Simon Miklós, a térség képviselője. Ebben különbözünk mi, egyszerű polgárok, honpolgárok és egy író, aki egy pillanatban is meg tudja látni a szépséget, és Papp Tibor gyermekkorából a buszvárás epizódját idézte fel, ahogy a Nyírbátori úton állt a tömeg, és ő kilépve a busz fénycsóvájába helyezte magát. Nos, ebben különbözünk mi, hogy ők meglátták az élet pillanatának a nagyszerűségét, mi pedig itt a nyírségi homokkal és a határ közelségével küzdve a hétköznapokba elmerülünk. A Vállai Művelődési Ház falán a Becski család és El Simon László jóvoltából ezentúl emléktábla őrzi Papp Tibor munkásságát.